Mit hoztál? Hoztam egy kis kenyeret. Azt a de gyönyörű! Megtalálom. De szép! És milyen kenyér? Ez egy világos zabos. Zabos az a kedvencem. Figyelj, vágjuk meg, mert maradt egy kis jutúrós fokhagymás tejföl. De abban mi van? Várjál. Kardamomos. Várjál, akkor most először tunkoljunk a kenyérrel, addig ez pont jó hőmérsékletre kihűl. Mit sütöttél? Borjúkötél. Nagyon régi kun étel. És ez a harmadik fogás. Rendben. Ezt öntöttem rá a sóskelt tésztára. Izgalmas. De jó ez a kenyérte. És kóstoljuk ezt is? Nem sajnálom. Így kell kézzel. Nézd, mert ez ilyen masnikból áll. Látod? Nagyon szép. Azt nem minden. Nehogy ellopjam a receptet. Nem kell lopni, Piét. Ez annyira elképesztő, hogy hogy lesznek ekkora lyukak benne? Hogyha ilyen szerkezetet szeretnél, az a magas hidratációval érhető el. 70-89, akár 100%-os hidratáció, ugye, ami a 1 kg liszthez adott vízmennyiség. Tehát 1 kg liszthez adsz 9 deciliter vizet, és az mind beveszi? Hát amennyit felvesz, illetve hát a kovász, természetes kovász, és az idő nagyon fontos. Legalább 2, de néha 3 napig is készül egy ilyen kenyér. Nagymamámnak emlékszem, ezek a 3 kilós kenyerei, amikor már 5-6 napos volt, akkor volt a legjobb szilva lekvárral. Mi az a babka? Ez egy zsidó kalács, eredetileg a neve ez a szláv babcsa szóból ered, ami nagymamát jelent, és mákosat fogunk készíteni. Mákos! Ide készítettem anyukámnak a fodorosi mákját, egy gyönyörű mákos zsákot. Nagyon szép. És ez milyen mák? Nézd meg! Madarason ezt termesztik. Ez a kék mák, és apró szemű is. És egyáltalán nem keserni is. Édes ízű. Mennyi kell? 250 gram. Ez 200, akkor ez 100, ez 50. Még tanulom az új mérlegemet. És hát ilyenkor évelején nagyon hasznos is a mák, mert bőséget hoz a házhoz. Tényleg? Így van. Na? Szerintem jó lesz. Daráljuk meg? Igen. Van mákdarálód? Én gondolkoztam, hogy elhozom a nagymamám mákdarálóját, de sajnos nem tettem, mert úgy gondoltam, hogy nekem biztos, van. Hogy van. Na most képzeld el, hogy nekem azért nincs régi klasszikus mákdarálóm, mert én nem szeretem úgy a darált mákot, mert az csak szétroppantja, így elkeni a szemeket. És én azt szeretem, hogyha ilyen modernül kávédarálón daráljuk le a mákot. Látod, ilyenre szoktam. A mák azért nem csak a gazdagságot hozza, hanem a csontritkulás ellen nagyon jó. Egyébként ez a tökéletes konyha, hogy azokat az eszközöket, amik ma is jól működnek, azt használjuk a nagymamáinktól, de ami modern és jobban működik, mint a régi, abból használjuk azt. Szerintem ez így épeszű, nem? Így van. Kimérem addig a tejet? Mennyi tej kell hozzá? 2,5 deci. Fel fogjuk főzni ezt a tölteléket, pici tejjel, rakhatunk bele vaníliát. Beszélsz egy pici citromhéjat bele? Igen. Képzeld el, hogy ez magyar biocitrom. Magyar. És ennek aztán lehet a héját használni bátran. Sokkal finomabb lesz a vaníliától, mint a vaníliacukortól. Megvárjuk, hogy még egy picit lekapja. De csak egy picit, ugye, amikor elkezdi, és attól lesz egy karamellás illata is. Meg olyan jó pörkölt. Na, ezt a textúrát szeretnénk elérni körülbelül. Ez még egy picit sűrűbb lesz, amikor lehűl. Le kell hűteni. Addig kérsz ebből a Meyer citromból egy kis... limonádé? Aha, van a saját rozmarinból. Azzal kevergetjük. Addig kiveszem a hűvösre. Mit szólsz hozzá? De figyelj, ott van egy tál alul. Önsd át. Legalábbis mi így szoktuk. Hú, ez jó lesz. Hú, milyen illata van arra. Nagyon jó. És éppen, hogy egy picit lekaptam. Igen, azt szerintem kell? Nem baj. Igen. Hát sőt. Ha nem te mosogatsz, akkor meg főleg. Hát ki? A te konyhádba ki mosogat? Én. Na ugye? Hát ez így van velem. Tessék. Köszönöm. Ugye, hogy ezért jó főzni? Igen. Főleg nálad.
Meg szabad már kóstolni? Elvehetem a rongyodat? Persze. Bocsánat. Gyere, erjébb egy kicsit. Úgy, köszönöm szépen. Egészséget. Egészséget. Ezt a tölteléket majd még egy picit ízesíteni fogjuk. Hoztam egy epres rebarborás lekvárt, amit mi nyáron készítettem. Ezt szeretnéd belerakni, vagy azért mutassam meg, hogy mi van még itt? Mutasd meg, milyen lekvárod van itthon. Ezt képzeld el, ez gyerekkoromnak a csodája. A Ritgasser maminál a polcokon álltak ugye a befőttek és a lekvárok. Bár ezt egy barátunk készítette, de látszik, hogy eddig volt tele, és az évek alatt, ahogy aszalódik, lejjebb megy a szín. És a 4-5 éves lekvárok már vághatók, és mindet másra használtad. Mert például egy hájas, szerelmes levélbe már vágnivaló lekvár kellett. Most ezt meg fogom kóstolni. Na, hát ezek a nagy kincsek, mert ma ilyet már nagyon keveset tehet az ember. Mi is nemrég találtunk papámnál egy hát legalább 5 éves palacklekvárt, és hát fenomenális volt. Az az igazság, hogy a tölteléket egy picit fellazítani, próbáljuk fellazítani. Igen, hát ez ebben egy picit túl sűrű lenne hozzá, de isteni. Ez egy lágy lekvár, szilva lekvár. A mákhoz nagyon megy a szilvám. Karamellás. Nagyon jó ez is. És hát van az öreg szilva lekvár. Nagyon ennék édeset. Istenem. Egy kanállal bele. És eleszegettem. Nagyon finom. De valóban ez a tiéd? Még nem is kóstoltam. Eper és rebarbara. És szerintem nagyon jól működne. Igen, azért az jó ehhez. De ezeket majd legközelebb felhasználjuk. Azért később vegyünk egy ilyen szilvás kenyeret. Mit szólsz? Gyerekkorom szilvás kenyere. Amíg megsül a babka, jó? Jó. Meghűlt? Kicsit, igen, kicsit lehűlt. Sanyi lekvárt teszünk a töltelékbe, hogy ilyen jó kenhető állagot kapjunk. Megkóstolom? Meg vagy majd a végén? Dehogy is. Addig várjak? Ne vicce. Miért te nem kóstolod meg? De. Nagyon kellett ez a sav. Na és milyen a mák? Ugye, hogy milyen mák ez? Isten. Nagy mákunk van, hogy ilyen mákunk van. Igen, azért kellett hozzá egy kis tudatosság is. Ez egy sima keltészta, kalácstészta. Igen, kalácstészta. Megkérhetek addig esetleg, hogy felverd ezt a két tojást. Egészben? Vagy egy sárgája, egy egész. Ez egy keményebb tészta. Erről beszéltem én is, hogy ha formázni akarunk egy kalácsot, akkor keményebbre kell dagasztani, mert különben semmi nem lesz belőle. Jó, most egy picit. Bármi kell, hogy engedje magát. Tehát ráérünk, van limonádé. És még meg se kóstoltam a finom kardamomos sütidet, ami a kedvencem. Figyelj, mivel mi megsütjük a babkát. Szerintem tele leszünk. Meg se tudjuk kóstolni. Látod, nem a deszkán kellett volna mákot darálnom, mert most már már mákos a tésztád. Most ez ilyen dupla mákos kalács lesz. Így van. Téglalap alapra nyújtjuk, amennyire csak lehet. És akkor kezdjük. Tölteni. Na hát ezért sem lehet túl lágy a tészta, mert ezt sem tudnád rákenni. Így van. Válasz te, hogy mi legyen. Igen? Hoztam medgyet, meg fehér csokit. Hát biztos, hogy a fehér csokit választom. Szerintem is az eperrel, eperlekvárral a fehér csokoládé nagyszerű lesz. Van, nem kell túlzásba esni, mert utána, amikor feltekerjük, akkor nem szabad, hogy kiessen belőle. Úgy is elolvad. Mindig magas falu edénybe készül a babka, ugye? Igen, nagyon fontos, hogy magas legyen a fala. Most jön az attrakció. Figyelem! Elrontja, amit eddig csinált. Így van, ezt most jól elrontom. És akkor... Vonás újból. Úristen, de jól néz ki. És akkor ezt még megkelhetjük. Ilyenkor hagyjuk még kelni? Igen, picit hagyjuk kelni. Én azt szoktam tanácsolni, hogy látjuk, hogy már így a végleges nagyságát elérte, pont akkor kell forró sütőbe, és akkor gyorsan egy kéregsűrre, és akkor akkora lesz. Így van. Brutál jó. Na jó, megeszem, aztán ledőlök egy kicsit. Igen, nem baj, addig ledőlhetsz még a babkát, én figyelem. Na? Nem rossz. Nem rossz? Brutálisan finom illata van.
Édi. Azt a, te ügyes vagy! És erről beszél az én édesanyám mindig, Gergő, hogy a kalácsnak meg kell sülni. Meg bizony. Ez így gyönyörű, ahogy van. Meg lehet már vágni? Hát, nem nagyon, de én nem bírok vágnésre. Tessék, sőt, nézd, mit készítettem ide. Nagyszerű. Egy pohár hideg tej. Hú, ez a leg szexi. De szép. Hát ez gyönyörű. Na? És milyen gyönyörű lett a tésztája. Igen, még egy picit hát ilyenkor nehéz vágni. Volna. Tehát ezt de érdemes megvárni, hogy kihűljön, ugye? Igen, mert akkor sokkal könnyebb bánni a kalácsokat. De én nekem teljesen jó így, hogyha ráfekteted a kezemre. Parancsolj! Oh, ez egy csoda. Gyönyörű vagy. Babka. Meleg kalács. Mákos babka, tessék. Köszönöm szépen. Nagyon jó belecsütni. Veled is. De milyen jó az a lekvár is benne. Igen, isteni. És ez az érdekes, hogy ez egy keményre dagasztott tészta volt, és mennyire fosztós. Könnyű fosztós. Hát ezek a nagymamát tudtak valamit. Azért te se vagy babcsák. Kutya. A babcsák nagyon ügyesek igen voltak. Hogyha van egy szelet kalácsod, egy bögre tejed, nem kell más. Nem. Azt a minden.